Csütörtök este 18 órától Vác együttesét fogadja ember egy csapatunk az Aréna Szavárjában. Nem olyan rég telt el, nem sok idő telt el az előző mérkőzésünk óta. Mi volt a legfontosabb az elmúlt napokban? Hát azt gondolom a védekezés, tehát az volt az elmúlt meccsnek a kulcs kérdése. Tehát lőttünk 28 gólt, de hát azért voltak a támadójátékban is problémáink. Ugye egyénileg volt egy-kettő olyan teljesítmény, ami nem volt megfelelő, én azt gondolom ez a mérkőzésen. Hát most próbáltunk ugye azért ebből kijönni, mert én ugye egyet gondolok, hogy tehát azért a bajnokságot még nem adtuk föl, ebben a bajnokságban kell szerezni az extra pontokat. Én azt gondolom, ugyanúgy a Kisvárda előtt kimondtam, extra pontok kellenek, ugyanúgy most kellenek az extra pontok, vagy egy Vác ellen, vagy egy Mosó-Magyarovár ellen, tehát azt gondolom, hogy kellenek, mert abban most már nem bízhatunk, hogy az ellenfelek bármilyen szempontból is minket figyelembe vesznek. Én azt gondolom, hogy ott lehetnek még, tehát ugye egy, most nem úgy akarom mondani, hogy érdekes mérkőzések, de hát azért ugye egy-egy csapatnak már megvan a bennmaradás, valaki meg az életéért küzd még, tehát ott azért megint más motivációkat fog majd felszabadítani egy-egy mérkőzésen, tehát lehetnek még olyan eredmények, amik a papírformát felbújtják. Mi így kalkulálunk, én így gondolkodok, ezért kellenek az extra pontok, tehát mindenhova megyünk, mindenkit megpróbálunk megverni, megpróbálunk pontokat szerezni, egy-egyet rabolni, egy-egy középcsapat, élcsapattal. Én azt gondolom, hogy nekünk ez most a célunk, megyünk előre. Én azt gondolom, hogy a lányok készen állnak rá, és bízom abban, hogy rengeteg szurkoló kijön így csütörtök este is, és szurkolnak nekünk az Aréna Szavárjába. Csütörtök este 18-kor várunk minél több embert, szurkoljanak a győzelemért.